Megy a videó. Sziasztok! Egy újabb szopós nap előtt állunk. Úgyse gyerekeknek szól, úgyhogy kimondom őszintén. Ide múlni egy kicsit a videót. Szétszedtük a Renault Thaliának a szűrőjét. Ugye kiderült, hogy nincsen benne, tehát itt nincsen benne üzemanyag szivattyú, csak ki van építve, de a két vezeték az azt jelzi, hogy nincsen négy szál vezeték jön ide, de csak kettő van. Az a kettő, hogy mindenki lássa, itt van, menj az árnyék, ne árnyék, hogy itt van ez a két szál vezeték, ez mint a WC töltő, hogy hívják, ez az úszó, így mutatja, itt van az oldalán egy ilyen kis jeladóegység, és ez adja le a jelet a műszerfalra. Na most, hogy miért kezdtem el ezzel? Most meg reggel volt, nem indult az autó, hidegek voltak. Ezért érdemes mindenkinek így szétszedni, mert akkor meglátjátok, hogy mi úszik ennek az alján. Ilyen cuccok jönnek be az üzemanyag rendszerbe. Látjátok, az ujjamhoz képest, ez egy ilyen gumis, taknyos valami, mint a szilikon, olyasmi, meg ilyen darabkák vannak, itt például egy ilyen műanyag darabka úszik benne. Na most ez az autónak az előéletéből, hiába van itt rajta egy szűrő, itt ahol felszívja, valószínűleg ezek a szrötyik belemennek a rendszerbe, üzemanyag rendszerbe. Na ezek tudnak óriási bajokat okozni. Úgyhogy most első lépésben lehet, hogy nekünk nem ez volt most a baj, de ha már idáig eljutottunk, hogy szétszedtem, akkor ezt is kitakarítom. Aztán meglátjuk, hogy fölmelegedés után indul-e. Amit még mindig nem értek, majd aki tudja, az megírja, hogy amikor a gyújtást ráadom, hogy a jobb hátul, ahol ez van a ülés alatt, régebben jött mindig egy búgó hang. Eleinte nem is figyeltem én se oda, de aztán utána, ahogy említették, hogy ott lehet ilyen tápszivattyú, meg más autóknál szokott ilyennel gond lenni, már elkezdtem én is ezt figyelgetni. És tényleg így van, van egy búgó hang, és minden indulásnál ez búg. Indítózás előtt. És ugye most nem hallatszik ez a búgó hang, és nincs is üzemanyag áramlás. Tehát valahol valami ott van a rendszerben. Különböző ötleteket kaptam szerelőktől, de szerintem itt is lesznek ilyen eltömődések. Megnézem, mert lehet, hogy ezt is ki lehet pattintani. Megmutatom, hogy honnan jön ki. Ugye itt a csövön keresztül lehet látni, hogyha megy az üzemanyag ide a bemenő egységbe. Kis pumpával, hogyha meg van pumpálva, ez most már föl van töltő, de most már nincs benne levegő, eleinte volt benne levegő, de nem is pumpálom, mert hátul löki ki biztos a gázolajat. Úgyhogy, mert dumálok, az közben ide pumpálom vissza a gázolajat. Ja, csöpögött is ide-vissza. Na innen jön ki, ez a kis fedél van, ezt csak föl kell pattintani. Ez a tekerős, mint a hordóknak a kupakja. Ugye ez olyan, hogyha hideg van, ez lepattan ez a széle. Próbáljátok olyan csavarhúzót keresni, aminek tompa a vége, és azzal megkocogtatni, és körbe itt a pereménél WD-40-nel vagy valami olajos dzsuvával befújni, mert ez tele volt retekkel. Majd még innen látjátok, itt is ki kell ezt takarítanom. Nem kell félni, mert ez már tank, ez műanyag, tehát ennek, mint hallottátok a kongását itt lent, azt nem eszi meg a gázolaj, mert az ilyen gázolajálló műanyag. Viszont a lemezt azokról le kell majd törölgetni minden üzemanyag. Ez mondjuk szerintem WD-40, de lehet, hogy gázolaj, ezt le kell szedni, mert föloldja a festéket egy idő után. Úgyhogy ezeket mindjárt majd megcsinálom. És akkor nézzük tovább. Nem tudom, hogy van-e itt valahol tápszivattyú, még valami dobozba, lukba, valahova elrejtve, nem ismerem a Thaliát, de hát most meg fogom ismerni, mert meg kell csinálni, meg kell oldani, mert nem oldja meg, úgy látom, helyettem senki. Na visszatérünk, azt a dzsuvát kitakarítjuk. Ugye látjátok, ilyen szép idő van, jó sáros, dzsuvás, retkes, legjobb idő a szerelésre. De hát muszáj, szegény ember vízzel főz, ott kell megoldani, ahol van. Na majd jövök vissza, ha ezt kitakarítottam, és letakarítom ezt is, mert látjátok, itt áll rajta a retek végig, hogy ezek is tiszták legyenek. Úgyhogy
Egyelőre ennyi, sziasztok! Na azért még látjátok, nem tudom mi látszik itt a videón, hogy itt a hegyén csavarhúzónak ilyen mindenféle szrötyi van leülepedve, és itt még ilyen fém szilánkok is vannak, látjátok? Sziloplaszt, ilyen piros sziloplaszt darabok. Meg ilyen cuccok. Nem tudom mi látszik ebből a videóba. Hát ilyenek. És még ezt a fém szilánkot akarom megmutatni. Látjátok? Ilyesmik. Ilyen sorja, mintha fúrtak volna valamit, és annak a sorjája itt maradt volna benne. Meg ilyen mindenféle, ilyen gumi. Gondolom ezek valami tömítéseknek a darabjai. És bárhova belenyúlsz, itt a belsejébe ilyen retkek jönnek ki. Ugye itt jön oldalt végig, és akkor ott szívja be valahogy. Gondolom itt van valami luk. Az pont elég egy ilyen szar, hogy elduguljon. Finom. Finom a gázolaj. Már aki szereti. Én nem. A benzint sem szerettem. Egy-egy ilyen luk eltömődése bőven elég ahhoz, hogy megcsinálja a bajt. És hát itt ebben van retek bőven. Na most amit még nekem meg kéne itt kukucskálnom, hogy ennek a szűrőnek is valahogy ki kéne pattannia szerintem. Mert én abban is látok valami retket. De valószínűleg úgy csinálták meg, hogy nem szétszedhető, nem takarítható csere. Úgy látszik, hogy ez cserés lesz. Csak nem lehet szétszedni. Ugye, mert hát miért kéne akkor kibírod takarítani? De mondjuk az elég pici, az lehet, hogy azt, amit látunk, az csak a csőnek a széle. Ugye ez egy ilyen ismerkedés is lehet, hogy hívják, hogy mindent, amikor először lát az ember, akkor csodaszámba megy, aztán amikor rájössz, hogy mi miért történik, amiket már mondtam máskor is, akkor utána nem tudnak semmibe félrevezetni, mert akkor tudod, hogy mit miért csinálsz. Most ez ilyenkor ilyen baszakodás, szenvedés, erőlködés, de amikor már túl vagy egyszer ezen, és azt már megcsináltad, akkor ez már ilyen gyerekjátékként működik. És van összehasonlítási alapod, hogyha másik dologgal történik valami. Ettől valószínűleg még nem fog indulni az autó, de aztán ki tudja. Na, ezt ide félre tesszük. Na, és akkor el is köszönünk megint egy kicsit, mert Mónika hoz nekem valami edényt, amiben kijöntöm a gázolajat, mert nem szoktuk így kiborítani a utcára, meg össze-vissza. Nem eltesszük, mert ha leszűröm, leüllepítem, ez a gázolaj még tisztításokhoz, meg mindenféle dolgokhoz még jól jön. Attól függetlenül, hogy ilyen retkes. Na, elköszönünk.